A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, immáron harmadszor ugyanabban a tárgykörben. Vendégem Demeter Zsófia, témánk pedig a 150 éves Szent István Király Múzeum története. Ugye elindultunk 1873. októberétől, hogy megérkezzünk a mába. Az előző két adásban természetesen szó esett a megalakulás, illetve az első és a második világháború között történésekre Marosi Arnold személyében. Aztán Fitz Jenő, én azt hiszem, hogy ő is egy olyan karizmatikus egyéniség volt, akinek nagyon sokat köszönhetünk, és eljutottunk természetesen a 20. század végéig. Most azonban az ünnep kapcsán nagyon sok mindenről kell, hogy szó essék, hiszen azóta is voltak változások. Ha csak annyit említek, hogy azért 1993 az egy fontos időpont volt, hiszen az év Európai Múzeuma díj a 120 éves évfordulón az egy megerősítést jelentett mindenkinek, aki a történészként, muzeológusként az intézményben dolgozott. Nos, hát akkor tisztelettel köszöntöm, Zsófia. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntök én is mindenkit. És hát igen, arra nagyon büszkék voltunk. Kár, hogy az a kiállítás már nem áll, viszont áll helyette más, illetve állni fog helyette más. Egy dologra szeretnék visszatérni. Beszéltünk az állandó kiállításokról és az időszakiakról. Nyilvánvalóan, hogy állandó kiállítás bármilyen sikeres is, bármilyen nagyszerű is, ugye idegen műtárgyakat általában nem tartalmaz, vagy legalábbis azok másolatát. Hát hiszen örökké nem adja kölcsön senki. Nagyon örülünk az állandó kiállításoknak, mint például a néprajzosok nagyon örültek a néprajzi állandó kiállításnak, amely ma is áll, tárgyalkotó hagyománya címe, hiszen ide gyakorlatilag szinte azt gondolták, de csak így gondolták, hogy az egész raktárukat ki tudják tenni, egy állandó kiállítás lesz. Tény, hogy nagyon jól gyűjtöttek, tehát valóban nagyon fontos tárgyaikat ki tudták tenni, de persze a raktárak nem lettek üresek. Na most az időszaki kiállításokban viszont ilyen dolgokat meg lehet lépni. Nagyon aktuális most azt említenem, hogy a Nagy Lajos kiállításunkba elhoztuk annak idején azt a Szent Simeon Herekja koporsót, amit szerkesztő úrék most éppen Horvátországban, Zadárban vettek föl, ugye zárai Szent Simeon Herekje koporsó. Hát ugye, aki járt ott, az szerkesztő úr nyilván tudja, hogy azt nem olyan egyszerű onnan leemelni. Nem is az eredeti érkezett hozzánk, hanem egy világkiállításra készített nemes másolat, tehát nem csak a formája, hanem az anyaga is olyan volt, ami milyen az eredetié. Tehát ez egy nagyon jelentős műtárgy volt. Most ilyen jelentős műtárgyak hozzánk gyakran érkeztek, és ezek nagyon nagy látogatottságot generáltak, hiszen ezeket akarta látni mindenki. Ugye egy ellenpéldát is tudok mondani, amikor szinte csak elsőrendű idegen helyről származó műtárgy volt a kiállításban, ugye nem régen zárt be a Királyok és Szentek kiállítás, ahol viszont a magyar történelem kútfőit ismerhettük meg, ha nem is tudtuk lapozgatni, de legalábbis a nagyságát, a jelentőségét ugye fel tudtuk mérni, és hát elsőrendű műtárgyak is voltak. Most a kettő között nagyon sok átmenet van, egy pár példát érdemes mondani. Az első nagyon jellemző példa volt maga a Csontvári kiállítás, hiszen Csontvári Kosztka Tivadar életműve nem is elfelejtett életmű volt, fel nem fedezett életmű volt, és itt 1963-ban egyszer csak hopp, megjelent. Azért tudott megjelenni, mert nem nagyon favorizálta senki, úgy Belgiumban ugyan a brüsszeli világkiállításon sikert aratott, de úgy az acéli kultúrpolitika nem nagyon támogatta. Nos, megjelentek ezek a hatalmas festmények a Csók István képtár előtt,
de nem fértek be azon nyomban, azon este. Nem tudták berakni, úgyhogy először állt rendőrségi őrizet a múzeum előtt. Ez egy ilyen jellegzetes pont. No, megnyílt a kiállítás, és hát mindenki, aki akkor abban részt vett, vagy csak látta, az igazi gátszakatásnak titulálta. 50 000 látogatója volt alig fél év alatt, fantasztikus érdeklődést vonzott, autóstoppal érkeztek a látogatók, tehát tényleg egy nagyon nagy jelentőségi dolog volt, hiszen egy gyakorlatilag ismeretlen életmű jelent itt meg. Amely azóta is töretlen. És ismét aktuális, ugye most Igen. is nagyon látogatott kiállítása van a fővárosban, tehát megint csak egy aktuális dolog, de itt nem csak ez volt a probléma, hanem az is, hogy megnyílt a kiállítás békében, biztonságban, sőt a céleltás úgy döntött annak idején, ugye, hogy hát nem országos ügy, ez nyissa meg valamelyik helyén. Nagyság Bújtosa Imre megnyitotta a kiállítást, özönlöttek a látogatók, de egyszer csak megjelent Nina Ruscsová, tehát Ruscsov felesége, és két lánya, akik hát Párizsból érkeztek, és mint egy hölgyprogram keretében Kádár Jánosné mutatta meg nekik ezt a kiállítást is, és hát el voltak ájulva. Ők most Párizsból jöttek, és bizony, ez egy párizsi mértékkel is nagyon, nagyon szuper kiállítás volt. Interjú készült velük, beírtak a vendégkönyvbe, és ettől rögtön felkapott lett Csontváry Koszka Tivadar, nagy harcok árán, 2 éves szerződés ellenére néhány hónapig maradhatott, és októberben még itt volt, tehát megnyílt májusban és októberben már el kellett vinni, és sürgősen fontos volt, ugyanaz az Acél György adta ki a parancsot, sürgős volt a fővárosban bemutatni. Hát ezen mindenki szomorkodott, mindenki elmesélte, hogy hát nagyon le voltunk törve, de tulajdonképpen ebből a kvázi vereségből származott az is, hogy a következő évben a művészettörténészek, pontosan Kowalowski Márta fejéből pattant ki az a gondolat, hogy na akkor mi most csinálunk olyat, amit még szintén senki se látott, ahol minden idegen, a Kedves Mester sorozatról van szó, ahol a kortárs festőkhöz írott levéllel ugye elindítottak egy új sorozatot, egyrészt egy gyűjteménygyarapítás volt mögötte, másrészt pedig hosszan-hosszan évtizedeken keresztül bemutatták ezeket a sehol nem díjazott, nem engedett, nem tűrt, nem támogatott művészeket, és hát természetesen mindenki meg is ajándékozta a múzeum gyűjteményét egy-egy képpel. Ez a kortárs képzőművészeti gyűjteményünk, amely ma is hát országos gyűjtőkörű gyűjtemény lett. Ez óriási áttörést jelentett. Nagyon-nagyon. Tehát országszerte, hiszen mindenki írt róla, beszélt róla, művészeti szaklapok, Igen. és így tovább. És hát szintén nagyon nagy látogatottságuk volt, és ugye ugyan évtizedek múlva lett meg az eredménye, ugye az Új Magyar Képtárunknak tulajdonképpen a gyűjtemény darabjait adta, illetve a körtárs képzőszeti gyűjteménynek a lényegét adta. Ettől függetlenül is volt néhány olyan extra műtárgy, amivel ma egyáltalán nem így bánnánk, mint akkor bántunk. Most azonosítom magam ezekkel a folyamatokkal, de hát egészen más volt a műtárgyak tisztelete és a hozzájuk kapcsolódó szabályok. Például 1984-ben Mátyás király emlékkiállítást rendeztünk, és erre a Mátyás trónkárpitot elhozta. Petresia volt az, aki ilyesmiket letárgyalt, és el is hozta ezt a fantasztikus textilt, amit azóta is hát időnként látunk, de leginkább kosztümös filmeknek a drapériájaként tűnik fel, például negyedik Károly koronázásáról szóló filmben is ez tűnt fel. Úgy hozta, hogy egy hengerre volt felcsavarva, mint egy kályhacsövet hozta, és a vállán kellett tartani, mert egyébként nem fért volna be az autóba keresztbe, csak hosszába. Ugyanilyen, hát kvázi akkor ismeretlen, és megint csak nagyon aktuális
dokumentumokról tudok még beszélni. Például 1972-ben volt egy kiállításunk Székesfehérvár a történeti forrásokban, amihez ugye feltétlenül szükség volt a Tihanyi alapító levélre. Az aktuális, hiszen most éppen ezen a hétvégén kapta vissza Tihany egy időszaki kiállítás erejéig a róla szóló alapító oklevelet, de hát ma láthattuk a híradóban, hogy milyen biztonsági intézkedésekkel előzték meg ezt az áthelyezést. Hát akkor is Petres Éva hozta szinte a hón alatt szintén felrólnizva, és hát nem is nagyon értette, az a könyvtáros papbácsinak nevezte Petres Éva, ugye a pannonhalmi apátságból hozta el, hogy hát miért kell ez most nekünk, hát végre valaki érdeklődik, de hát milyen alapon. És akkor elmondta, hogy milyen kiállítást rendezünk. Ja, a döntő érv viszont az volt, hogy 1970-ben, 1945 óta először Szent Istvánról szóló kiállítást rendeztünk. Na, akkor megvolt a fejbólintás arra, hogy elhozhattuk a Tihanyi alapítólevelet, még ugyanazon éven az aranybullát is. Tehát olyan lényeges műtárgyak, mondom itt most röviden, jelentek meg a múzeum különböző kiállításain, amiket ma is nagyon szívesen látnánk, ha sikerül, akkor látunk is például ezen az említett kiállításon, amit nem régen volt a múzeumban. Miként őriztük a Szent István kultuszt? Hogyan lehetett, ugye a teljesség igényével nyilván ez ugyanúgy van, mint a Tihanyi alapítólevél, hogy teljesen ilyen értelemben, hogy Székesfehérvár az ezer éves királyi város, koronázó város, mondjuk a jelző szerkezeteket, ugyanakkor általában csak augusztus 20-ához kapcsolódóan láthatunk Szent István erekéket, illetve a Szent Istvánhoz kapcsolódó kiállításokat. Igen, hát ez egy nagyon nagy probléma. Egyszer egy német országos múzeum jelentkezett a múzeumnál, hogy ők most Szent Istvántól is szeretnének tárgyakat. Nekünk biztos, mint Szent István Király Múzeumnak bőven van olyan tárgyunk, amit kölcsönkérhetnek. Hát kénytelenek voltunk megválaszolni, hogy Ninicse. Ugye a Szent István ereke koporsót csak nem lehet kölcsönadni, és egyébként pedig ugye ez... Itt ezen a tájon, Közép-Európának ezen a táján nem így működik, hogy sűrűn fennmaradtak volna ezek az anyagok. A Szent István kultusz nagyon fontos Székesfehérvárnak, a múzeumnak is természetesen, tehát nyilván évfordulókor, illetve a Romkert nemzeti emlékhely kiállító helyen mindig igyekeztünk olyan kiadványokat bemutatni, amelyek Szent István kultuszáról, Szent István tiszteletéről szólnak, és hát természetesen a bazilika, királyi koronázó bazilika fejlesztése is ezeknek a megmutatásáról szólt. Ennek nagyon fontos hát lépcsőfokai voltak. Itt időrövötsége miatt csak az 1972-es ezer éves Fehérvár programot említem meg, hiszen ezt előzte meg a Szent István sírhelynek a feltárása, Kralovánszki Alán munkája, amikor ugye ki lehetett ezt, meg lehetett mutatni, fel lehetett építeni, jelezni lehetett. Tehát igyekeztünk mindig azzal bővíteni, ami a fejlődés vagy ásatások folyamán, hogy tudományos kutatásokból evidensé vált. Másik dolog, amit feltétlenül meg szeretnék említeni, most már csak nagyon röviden, hogy a múzeumnak nagyon nagy előnye volt, és ma is az, hogy nem egyszerűen csak van egy program, megnyílik egy kiállítás, valaki megnyitja, hanem több program is kapcsolódik hozzá, már a megnyitóhoz is, és hát a fennállása alatt is. Ez ma már mindennapos dolog. De azt elmondhatom, hogy vannak olyan egész műfajok, amelyek a Szent István Király Múzeumhoz kapcsolódnak, és kiállításokhoz találtattak meg ezek a források, például a régi zene, így egybeírva. Igen. Ez a múzeum kiállításaihoz illeszkedett. Például Tátrai Vonós négyesnek kedves
hát játszóhelye volt a Budenc ház. Azért nem mondom, hogy a Csilláron is lógtunk annak idején, mert rendszerint az udvaron tartottuk, és akkor mondhatjuk, hogy a folyosón lógtunk, de hát fantasztikus hangulata volt. Ilyen új műfaj volt a népzene. És ilyen új műfaj volt, gyökeresen új műfaj volt a múzeumi kiállításokon a táncházi zene, az énekelt vers is, hiszen Sebő Ferenccel, aki fehérvári fiatalember volt, Sebő Ferenccel ezek evidensen kapcsolódtak a múzeumhoz. Pesovár Ferenccel természetesen kapcsolódtak a múzeumhoz. Például a egyik csákvári kiállításunkon még nagyon fiatal kislányként Sebestyén Márta énekelt Sebői kíséretében. Tehát ez olyan természetes volt, de hogyha ezeknek az első megjelenését kutatjuk, akkor talán a múzeumot lehetne megnevezni ebben. Nagyon fontos kérdés, ha röviden is ide a Romkertről kell, hogy szó essék, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy országos vita alakult ki a befedés kapcsán, a felújítás kapcsán. Most talán sikerül egy olyan megoldást találni, ami többé teszi, ha úgy tetszik, pedig folyamatosan mindenki dolgozott rajta. Emlékszünk, ha a régi képeket nézzük, akkor teljesen másként festett, aztán folyamatosan változott. Ma, ugye, és nem csak én mondom ezt, ha nincs meg az a méltósága, aminek meg kéne lennie. Ez hogy változott az esztendők, évtizedek során? Hát ez mindig egy nagyon nagy, nehéz gombóc, nehéz lenyelhető gombóc volt, hiszen a méltóságát megadni, a szakralitását megadni, és ugyanakkor, hát valljuk be őszintén, hogy egy lyuk a város közepén, ugye tehát egy hiánnyal kell számolnunk, a kettő között nagyon nehéz az átmenetet megteremteni. Három nyilvános országos tervpályázat volt ennek a továbbépítésére kiírva, nem hoztak eredményt, mindegyikből valami megvalósult. Például a 70-es évek, a 60-as évek végén, 70-es évek elején felmerült a Romkert területének a bővítése. Ezt elértük, ez megtörtént, ugye felemeltük az útszintet, megnyílt az átjárása a templomtér és a kis bazilikák között 69-ben, tehát sok minden történt, ezt nem mondhatjuk, hogy nem. Az is ehhez tartozik, hogy természetesen valamilyen módon védendőnek ítéli mindenki, aki műemlékekkel foglalkozik, a még megmaradt falakat. Ezért is volt problematikus az a védőtető, amelyik védte ugyan az emlékek egy részét, de olyan áron, hogy többeket pedig a földben tönkretett. Tehát ugye nagyon nehéz műfaj. Lehetséges az, hogy a mostani készülő új program, a volt köztársaság mozé, bazilika múzeumá, vagy bemutató helyé, kutató helyé alakítása, ugye éppen az utolsó dolgokat csinálják a kiállításban. Ez egy rávezető dolog lesz. Az apróságokat, a bazilika köveit ott be lehet mutatni, vélhetően méltó módon, hiszen ennek az előkészítésében még részt vettem. Arról viszont muszáj beszélnünk, látom, hogy szerkesztő úr nagyon nézi az órát, hogy Górziumban mi történik ugyanekkor. Hiszen Górziumban nagyon nagy jelentőségi dolog van. Szabadtéri régészeti park nyílt, formálisan megnyílt 1962-ben, és ugye hát mindenki, a Rómer Floristor Marosi Arnoldon át, aki erről tudomást szerzett, már pedig hát felszínen álló emlékei voltak, az nagy jelentőségűnek ítélte, igazán 1958-tól Fitz Jenő tárta fel. Fitz Jenő azonban, amikor nyugalomba vonult, de még ott dolgozott egyszer, nekem azt mondta, hogy hát még körülbelül 100 évre való munkát ez itt jó ütemű munkát adna, hogyha az egész feltárandó területet fel akarnánk tárni. Most akkor a 100 évben kell előre gondolkodni, de hát én történész vagyok, én a múltról tudok beszélni. Az biztos, hogy ennek az egyedülálló régészeti parknak a
a látogatottságát a helyszín, a történeti érték mellett, az is meghatározta, hogy hogyan mutatjuk be. Tehát, hogy ott egy mediterrán park van, hogy kertészetileg, múzeumi körülmények között, múzeumi eszközökkel is bemutatódik valami, de még másképpen is. Erre való az a program, ami tulajdonképpen 1970-re már úgy állt fönn, hogy az egész évet beterítette, kezdődött egy floráliával, mai napig is van, ugye egy tavaszünnep, ami 1985-ig abban merült ki, hogy minden látogató kapott egy kis kártyát és egy szál virágot. Ez nagyon szép dolog volt, de ennyi. Utána kezdett terebélyesedni, ugye kirakodó vásár, gasztronómia élmény, 96-ban Apicius szakácskönyve megjelent, annak alapján készítette kételeket, mézvásár, divat bemutató, gyerekjáték, mindez ókori témában. Azért ez nagyon fontossá tette ezt a tavasz ünnepet. Kapcsolódott egy augusztus vége, szeptember eleje ehhez, amikor is hol augusztáliának neveztük, hol Ludi Románinak, és hát tulajdonképpen ez maradt meg, a nyári játékok, amikor színházi előadást kezdtek rendezni. Nagyon érdekes, hogy Pécsi Sándornak volt ez az ötlete, aki lelkes művészetbarát és régészeti érdeklődő volt, művészetpártoló, és hát ő mondta, hogy hát ez színházért kiállt ez a terep. No, neki lett igaza, és hát tulajdonképpen 1970-ben egy oratórikus előadással, tehát nem igazi színházzal, hanem egy felolvasással kezdődött meg a nyári játékoknak a sorozata, kisebb megszakításokkal és az átépítés idejére megszakításokkal. Ugye ma is folytatódik ez. Akkor a két diszkút közötti magaslatot, tehát mondjuk a fórumon voltak az előadások, de ezek nem nagyon használtak a műemlékeknek, úgyhogy hamarosan onnan el kellett vinni a játszóteret, a színházi teret, és akkor a városfalhoz kapcsolódóan alakult ki gyakorlatilag a mai helyszínen a színháztér. Ez a színháztér, ez a 2014-16-os nagy megújítás kapcsán természetesen technikailag megújult, ma már Hadrianus színháznak tartjuk. És hát az elképzelhető ókori tematikában sok minden történt, gladiátor játékok, császári bevonulás, ugye Ficianus idejében Septimius Severus 202-es bevonulását, ma Hadrianusét tartjuk, tehát mindig extra érdekes látnivalókkal tették egy egész napra elviselhetővé, vagy egy egész napot eltölthetővé ezt. Igen, a és hát két megújult, alkalmat. Ugye a megújulásról beszéltünk, és hát itt kicsit a végén azért kell, hogy szó essék, ugye a kiállítások mellett értelemszerűen ugye a múzeumi közművelődés is rendkívül fontos tárgykör, tehát előadássorozatok, hangversenyek, górzium, nyári játékok, ugye erről beszéltünk, ez mennyiben lehet, vagy egyáltalán kell ezt megújítani, a 21. századira formálni, vagy meg kell tartani azokat a múzeumi kereteket, amelyek az adott korhoz kötődnek? Most engem személy szerint kérdez, aki egy ilyen múzeumi ősből lényként 50 éve dolgozom. Ön kérdezem, ön a hiteles. Igen, tehát ha az én véleményemre kíváncsi, akkor én azt mondom, hogy ez is egy nagyon nehéz dolog, hiszen átéltem én ez alatt az 50 év alatt a múzeumi feltárom, megőrzöm, bemutatom hármastól a látványpékségig mindenfélét. Tehát, hogy azt is átéltük, illetve azt a nyomást is, amikor egyszerűen az lett a divat, hogy nem a műtárgy áll a kiállítás közepén. Most én azt hiszem, hogy ez azért is mondtam ilyen csúnya szót hozzá, hogy látványpékség, mert azt hiszem, hogy ez nem használható. De az biztos, hogy a mindenkori igényeknek megfelelő
eszközökkel, módszerekkel, színes, szagos, hangos, stb. Megoldásokkal kell egy kiállítást élvezhetővé tenni. Én azt gondolom, hogy a mostani múzeumunknak, a mi múzeumunknak is ez egy nagyon nemes feladata, hogy a kellő átmenetet megtalálja, hogy mindig is a műtárgy legyen a központban, és az, hogy egy kiállítás bármilyen, tehát bármilyen a legegyszerűbb dologról szóló, a legegyszerűbben kivitelezhető kiállítás is egy tudományos feltárás annak a kérdésnek, egy nagyon fontos és a szakma szabályainak megfelelő tudományos feltárása. Az én szempontomból, vagy az én nézőpontomból egy kiállítás vagy nem, egy feltárás vagy nem a kiállítással kezdődik, vagy nem a kiállítással fejeződik be, mindig az adott lehetőségekhez képest, hanem azzal nagyon sokat kell feltáró kutatást végezni mindenkinek, minden szakmában. Tehát ha ez az egyensúly megteremthető, akkor az további élését jelenti a múzeumoknak. Persze azt látjuk, hogy a múzeumi közművelődés benne a kiállítással is nem egy olcsó műfaj, ugye minden hozzávalót legalábbis olyan szinten be kell szerezni és meg kell mutatni, hogy egy kiskamasz is élvezhesse. Mondhatjuk azt, hogy ez a legnehezebb. Ugye erre való a múzeumok éjszakája, mindenkit biztatok, hogy nyilván ez a részt kell ezen venni. És hát köszönöm, mert hogy most kezdődik az újabb 150 év, erről már nem mi fogunk beszélgetni, de bízom benne, hogy a Fejér megyei múzeumok továbbra is azt a szintet képviselek, amelyet az elődök megteremtettek. Lófia, köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a figyelmet. Kedves nézőink, a Szent István Király Múzeum 150 évéről beszélgettünk három adással, vendégem Demeter Zsófia volt, eljutottunk a máig, most már önökön a sor, hogy használják ki a lehetőségeket, és ezt a széles múzeumi tárházat tekintsék meg, ne feledjék családostól, hogy a kicsik is elinduljanak azon az úton, ami nagyon-nagyon fontos a múlt megismeréséhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.